Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, eljutottunk a második részhez a magyar FT10 szériákban, és ma FX és Mefi fog összecsapni, egy érdekes összecsapás lesz. Én Nicefelszám vagyok, és velem itt lesz ma. Pirit, ismételten én fogok kommentálni Nicefannal, üdvözlök mindenkit. Ez a két játékos szokott egymással játszani, de nagyon ritkán, tehát nem is tudom, hogy amikor még FX köztünk rendszeresebben is részt vett ezekben a lobbikban, akkor Mefi jelen volt-e, de azt biztos, hogy egyszer-kétszer már látták egymást. FX-ről tudjuk, hogy Falkot, illetve Vegát szeret játszani, Mefi pedig már rengeteg karakterrel kipróbálta magát, köztük egy titkosan edzettel is. Meglátjuk, hogy előhozzá van. Szerintem Bison-t fogunk látni, de majd kiderül. Úgyhogy én le is megyek a lobby aljára, és el is kezdhetjük a mérkőzést, nem múzzuk tovább az időt. Let's go! Lássuk, akkor mit hoztak nekünk. Sok sikert, srácok! Én is visszalépek. És nagyon gyorsan kitöltöm a nevüket. Player egy helyén van. Szerencsére elég egyszerű menük van. Igen. Tudjuk menük, hogy ready? Már is kezdik. És kezdik is. Vajon ez a Vega csak egy kis bait volt itt az elején? Van egyébként egy Vegája az FX-nek, de ritkán használja, és a Falk az egyértelműen a comfort pick. Most mindjárt meg meglátjuk pontosan, hogy van. Amire vártam. Mész kill egy vétikkel kettő mindkét játékostól. FX-nek a titulusa a couldn't care less. Meglátjuk, hogy majd így is fog-e játszani, mint akit nem érdekli a végeredmény. Kinosan nem nyomják el az intrót. És így csak 5 másodpercről maradunk le, úgyhogy nagyszerű helyzet. Jump in, Mefitől. Ó, a frame trap. Nagy a gap, de bejött. Te is voltál sarokba. Megint egy heavy blast cancel-el. És már V-triggert is aktivált az FX. Szép confirm. Ó, túl messze volt a counter hit combo-ra. Nice conversion, Mefitől. Szép az EX top. Át az EX Tycho Schneider. Remélem. Borzasztó a nightem, csak azért, hogy valaki felidegesítse magát. Roundstar slide, magad, ahogy az első kör után. Megint folytatják a játékot. A legutóbbi alkalommal egyébként, amikor találkoztak, én úgy emlékszem, hogy egyszerűen. Nekem ez már egy kicsit régen volt, de de neked általában jó szokott lenni a memóriád, úgyhogy hiszek neked. Most egyelőre viszont Mefi áll vezetésre. Főleg így a jump után. Sorokban már ilyetett Storm. És kivitte a DP-t is. Ugye az első game-ben eléggé Mefinek az akarata. Érvényesült valóban, igen. Van. És meglátjuk, hogy továbbra is tudja ezt így én magával, vagy... És amikor meg is nyílt előtt a rajtó, akkor nem tudta kihasználni a rést, úgymond. Nyilván egy kicsit vissza kell rázódnia ebbe a játékba.
neki is. Igen. FX-nek nem a main játéka. Van. Ó, de most kijött a sarokból. Ace is punishable. Nagyszerű. Ja, lehetett volna egy kicsit optimálisabb, de ez nem baj egyelőre. Annak is örülünk, hogy damage van a borzon. Elvifelte a szörkiket és nem volt vifel is. Általában jó szoktak lenni az anti-erjei. Az az. Mint láthatjuk. Ó, oh, crash counter, ez ennyi is lesz. Na, szép. Kicsit összetette magát Efi, FX. Összekom, így játékos Efi lett belőlük. Ez az egy kicsit több gombbal, már is sikeresebb. Oh. El is költi a C-ét. Egészen megváltozott a játék képe. Megint egy trét, abból talán lehetett volna egy combo, de egyszer volt. A shotgun. Megpróbálta az anti-air, FX ott is. De egy kicsit későn nyomta meg, és nem volt már rá ideje. De visszoltam volna. Ez activation, figyelni kell az overheadre. Meg itt az Warrior Punch után, és plusz 3, nem lehet gombot nyomni. Ezzel így egy-egy. A belerázódás megtörtént. Úgy érzem. FX-ben azt szeretem, hogy remek ötletei vannak arra, hogy bizonyos dolgokkal, hogy, hogy milyen módon tud ellenük játszani. Mondhatni, hogy hamar adaptál? Nem is feltétlenül hamar adaptál, bár egy játék alatt egészen jól összejött neki, ha bár most megint csak megváltoztatta a ritmust. Hanem inkább arra gondolok, hogy olyan dolgok jutnak eszébe, amik nem feltétlenül egyből evidensek. Például az EX Stomp után az Air Throw, ami ugye most pont nem jött be, de csak hogy érzékeltessem, hogy mire gondolok. Viszont ebben a körben egyelőre nem áll túl jó a szénája, és mert vissza is dobott neki egy projectile-t. Volt anti-air? És egy tréddel megvan a kör. Nem volt lehetősége FX-nek bekapcsolni a VT-gerjét. Szép counter hit, shotgun. Air to air. Kipróbál bármi kis hibát kicsikolni FX-ből, hogy visszaszerzhesse. Visszaszerzhesse az életbeli előnyét, és eljuttatta a sarokig. Confirm. Így az a szíje, épp akartam mondani. Tibeg. Igazán meglepett meg tőle. Az FX-et? Az örök nyugalommal rendelkező játékos. Vajon képes lesz rá? Meglátjuk. Egyelőre. Kettő egyre áll. Mentális magviselés. Bizony. Lehet, hogy Sanyi inspirálta egy kicsit, ugye, Shif. Optimál disrespect, ahogy megtudjuk. Igen. Optimális tisztátlenség. Szép magyar. De beírom Mefinek ezt a sportnál, hogy elmaradtam, ugye 2-1-nél vagyunk. Igen, igen, igen. Ó, az punishable, de Mefi elhibázza. EX dash, nem volt dash check, és egy frame trap után FX valamit nyomott, de az EX wake up kisegítette. Némileg hátrányban van. Kicsit most megnyugodtak, de Mefinél a life feed. De mégis megpróbált egy jumpin, cross gombot nyomott meg, pedig az sikerülhetett volna szerintem, hogyha a cross-up gombját nyomja Mefi. Szép az RQ-e. Jump back. Ilyen a szájba. Rush counter. Maga biztosnak tűnik, na már. Szerintem a frusztrációt, amit a meccs előtt átélt, azt most próbálja levezetni. Nem használják ki a plusz 3 desapokit. Inkább csak előre sétál egy picit. Igen, ez nem egy jó helyzet, főleg így, hogy whiff punish.
OTG, igen, downward heavy kick, az plusz is ráadásul, counter hit, és már is van a stun, elkölt egy EX-et rá, közel vagyunk, egy simi et. Így aztán most már pláne, vajon lesz a Vader Activation Mefitől, ott a slide. Elérhető számára a command grab, és megpróbáltad az EXTP! Magnak ugyebár csak egy gomb kell az aktiválásához, úgyhogy abszolút jól lehet vele reagálni, bár a startup nem túl jó. Megpróbáltad csak a sima odasétálós kombót, de talán deselni kellett volna. Back throw, slide activate? Nem, inkább Psycho X. Dash up. Próbálta kidobni. Oh, szép az Airflow! Mindkét játékosnak elérhető a V-trigger. Bár talán FX helyében én inkább a V-reverse-t használnám, mint Bison ellen. Ó, oh, az EX headstop. Vigyázni kell. Nem fél, nem fél. Eddig ebben a körben, csatosabban mérkőzésben egész jól bejöttek azok az EX-ek. Ott a slide activate. Vigyázni kell. Hey, nagyon okos volt. Igen. Az a probléma ezekkel a dash-ek EX reversal-okkal, főleg faktor, hogy neki, ha minden igaz, akkor 12 frame startup van azon a move-on, és ha egyszerűen csak feldash-elünk és védekezünk, akkor ki lehet bételni. Nem mondjuk egy 4 frame-es EX DP2 például. Ez talán 3-es. Átdash-elt a gombon. Bisonnak ugyebár van némi ütlenesér. Hát backthrow ki a sarokból valamiért. De szép conversion a second. Majdnem meg is lett a start, de ott is van. Hát ez egy elég kemény round volt. Ha jól emlékszem, akkor FX azt mondta nekem, amikor ellen nem játszott, hogy a Bison nem igazán kedvenc vagy sem kapja. Valamilyen szinten meg is értek. Fuck. Na, nehezére esik ezzel ennek a karakterrel harcolni. Ennek ellenére én inkább talán ezt a karaktert játszanám FX helyében. Meglátjuk, hogy végig csinálja vele. Erre egy másik. De még nincs ám azért túl borzasztó helyzetben. Igen, abszolút nincs már elveszve azért. Épp van is a backtessen, Mefi által. Valamilyen furcsa oknál a Mefi a sarokban nem szeret tesepolni. Még olyan helyeken sem, ahol pedig elérhető számára. Uli értsmét a rendelkezésére viszont, de már nem lesz elhasználva. Amit szeretnék FX-től látni, hogy inkább light gombokkal próbálja azt a dash-t punisholni. Sokkal biztonságosabb, mint egy EXDP-t megpróbálni, és szerencsére Bisonnak a dash-e az igencsak lassú, és könnyen felismerhető a Dilla effekt miatt, ami rajta van. Ugye eltűnt a képernyőről egy pillanatra. Hang effekt is nagyon felismerhető, úgyhogy van bőven lehetőség arra a punishra. De egyelőre nem nagyon jön össze neki, mert csak tessel, mint az őrült. Kihasználja a plusz gondolét. Uha. FX, tedd össze magad, ez a momentum nagyon ellened szól jelenleg. Ott a dash megint a counter hitben nem volt jó a check, ez meg is lesz ez a perfect szerintem. Oh, főleg a combo droppal, ami mégiscsak bejön. American reset, ahogy mondanánk. Minden esetre szép volt. Oda, ebben a körben már nem jön össze, még FX-nek rendelkezésre át, főleg így jumpinnal, ugye nem volt optimális a combo, de ez nem baj. Whiff van is, ott is van. De a jumpin bejött megint. Plusz egy dash, ki kell várni azokat a dash-eket. Airthrow már is ott van. Itt egy combo FX-től megölni Mefit, de command grab bejön. Szép érdekezés. És az EX sarokban. Ez nem jó helyzet a Mefinek. Jó. Majdnem meg is lehetett volna neki az.
itt ezt védekez KFX. Oh, nem egész egyet, de Mefi elrott a taparist. Mind a két oldalon egy jab, mi HP. Igen. Oh, az R2-et. Az R2-et. Tép, tép, tép. Szép. Úgy látszik a mai nap. Mefinek bejönnek a dolgai egyelőre. Ezen viseli a sok test, illetve nem használja a V-reversát annyira, ami pedig ebből a meccsebből rendkívül fontos. Meglátjuk, hogy... Ha nem használja hát az ember, akkor bárszor szépen csak átrohan rajtad, mint egy tehervonat, az nem túl jó élmény. Hát, már is itt vagyunk a sarokban. De a back throw, egyből wake-upon. Nem is volt delay. Bizony, counter hit. Lett belőle nagyobb kombó. Szép. Igen. Elérhető megint az overhead effect számára. Ott is van. Plusz, tehát a sétál belőle. Ez a reverse plut. Ó, vécik. Jó, megteszi. Pontosabban megint a dash. Itt a Ares mutatkozik. Azokat a testeket összeveg kéne checkolni. Ó, de ez most egy szép szekvencia volt. Counter hit combo, nagyszerű. Wow. Ó, és ott... Ön elkölti a C-jét szerintem. Ahogy effektet ismerem, bassz, legalább fogja, igen. Én ezzel nem teljesen értek egyet, de az biztos, hogy így jó helyzetben találja magát. Egy backthrow talán már megöli egy Bison, de inkább elsétál messzebbre. Kibéljük az ilyen kibéljük. Most védekez jól, most aztán plá... Áááá, ott is van. Nagyszerű. Na, ez most egy nice round volt FX-től. Lett neki a kör. Most már ki ismét erősen kezd, be is tolta azonnal a felúba. Igen. Oh, de messzire. Mefi baiteli az EXDP-t! De ez elebb nem jött be neki. Most viszont igen, Ben megölte volna, hogyha optimális kombót csinál. Nem tudom, hogy miért ezt választotta. De... A heavy punch után az heavy blast. Meghozza az eredményt. Egyetek szerint találja le azzal is FX-et. Nem tudom, hogy azért, mert FX medium gombokkal próbálja megszakítani ezt a stringet, vagy vagy mert egyszerűen túl későn nyomja meg a gombot, akár backdash-el. Eltárolt a falknak a fireballját. Mefi elérhető neki. Néz ki újban megint másában. Ráadásul elég jó az a fireball, ott is van. Szerencsére ki tudta védeni FX. Fontos lenne, hogy ezeket a sima ugrásokat rendesen anti-erezze. Csak talán kicsit nehéz megkülönböztetni az EX-szabdal, ez a trade-ezből FX-nek viszont. Ő kell fel egy kicsit korábban. Counter hit. És itt vagyunk a sarokban, megint counter hit, túl messze volt a kóhoz. Semmi gond. Hú, Punishable Mefi elrontotta megint. Szép az anti-er. Ismét a sarokba és az anti-er most meg lehet. És lesz. Szép. Amint van egy kis lendülete FX-et, le tudja hozni ezeket a köröket, de ezek a dash-ek nagyon csinálják szegény. Oh, nem volt conversion Mefitől, eddig ezeket pedig sikeresen megcsinálta. Talán elrontotta az execution-t, minusz 3. Sétálom, air to air. DX-be találsz. Át a gomb fölött. Szegy. So ground-nak szép, ilyen tier. Ismételten DX. Ott vétigár Mefitől.
Nem is baj, szerencsére eltalálta a slide fixet. A következő slide, ha betalál, akkor az annyi is lesz talán. Stomp, nem volt whippan is az LB Fat Light üdvőről. Ekkora hiba. Jön is a V-Tiger. Ebből kombó is lesz, és ennyi. Elhozott még egy meccset. Mefi nem védte ki az over. FX, második game-je. Let's go. Lássunk szoros meccset. Ráadásul így két kapni, az mindig egy kicsit az embernek a mentális egészségét megcsinli. Pontosabban, hogy a mentális egészség sinli meg az ilyen vereséget. Ezzel most 6-2-nél vagyunk. Elkezdődhet a visszatérése FX-nek, jól folytatja! Erondjál mit ért sajnos viszont. És nem antijerezik, pedig eddig annyira jók voltak az antijerjei. Talán kicsit fél attól, hogy Bison Devizivel-szel megszívottja. Pedig a sima jumpoktól nem elérhető. Abból pedig lehetett volna stun és kör is, de így FX-be tudja kapcsolni az V-Triggert. Mivel Mefi elrontott a punish-t, ott a plusz 3 overhead. Walk-up throw, nagyszerű. Anti-air megvan, komp. Megint overhead, plusz 3, ezúttal lett egy kelly Mefi. Ez a trade jó, jó. Megint ő kelt föl előbb. Ott ha megnyomott volna egy bombot, akkor lehetett volna belőle jót. Áúú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 ú
normális kompó is elég volt Mefinek. Sok dash, már heavy kicket nyom a dash után Mefi. De most kitolják belőle, ez is egy jó opció. Szép air to air neutral jump, punish. Nem egészen, de nem baj. Elmitett az élet, megint a dash! FX! Tape conversion Mefitől. Slide. Nem. Tape ugye még nem lett bekapcsolva. A Tape Falcon kedvezett volna. Slide. Ott a slide, szép blok. Psycho Crusher. Láthatunk majd még egyet. De nem. Devil's Reverse. Hát akkor a rendes DP-je pedig jó erre, egész magasra megy, úgyhogy... tudom, hogy pontosan miért... ezeket az opciókat választja FX. Round 1. Fight! Szizek, te kezd. Egy dash-up. Még egy. Tick throw. Nem a sarokba valamiért. Nice scissor. Standing heavy punch, heavy blast. Remek eszköz, Mefi számára ebben a mérkőzésben. Egy a lendület itt, wake up Psycho X! Összejön neki az anti-air ezúttal, plusz megint plusz. Scissor, itt vagyunk a sarokban, megint a jump-ot kiszedi. Volt combo extension, V-trigger activation. Ezek a comeback-ek eddig jók voltak. De fixnek, vissza dobja a sarokban, meg fit. Ott a plusz. Megpróbált kiszlide-olni. Pedig a V-Tiger be volt kapcsolva a Falknál. A hiba ebbe a roundba került, de round start dash. Érzi, hogy FX nem tud a dash-ekkel mit kezdeni. A jump in is. Teaser. Megint a dash. Már ezúttal látta egy gombon. Szép az airflow ezúttal. Viszontan pedig helyezetten nehéz. Ó, de helyet cserélnek! FX tartsd a sorokban! Áááá, nem, pedig így nyerte meg az eddigi köröket. Rendelkezéssel a CA. Az a kóméter. Igen. És most is, ha megjutott a reikövel, az már egy ilyen kérdéset.
R2R, szép. Abban lehetett volna egy V-trigger activation. A counter hitből. De előbb Mefi fogja bekapcsolni. És továbbra is. Ott van megint. Viszont ezúttal ott volt a dash check. Erről beszélek. CA. Ez még nem fogja megölni Mefit. De a V-trigger... Rengeteg lehetőség van. A mitire dash up throw. Ez plusz. A back throw. Backdash. Oh, erről tudtál? Oh, a dash! A dash! Final round. Fight. Az EX nem őszre összevért, nem látom, hogy a túloldalra, de nem jön belőle semmi katasztrófa. Ismételtel egy dash. Crash counter. Ó, oh, DP on block. Mefi elrontja a punish-t. Minus 17, tehát lesz standing heavy punch a punish-t Ronny Bison-nak. Ezúttal bejön az EX. Nem tudom, hogy akció volt-e, ettől függetlenül az, arra a nagy Psycho X-re, függetlenül jó volt. Érdekes, hogy anti-airnek nem használja az EX TP-t, FX. Ó, és ez ennyi is lesz a meccs. Az a V-trigger bekapcsolva rendkívül negatív. M. Bison win. 18-2-nél vagyunk. Pedig nagyon úgy tűnt, hogy tudunk még egy gémet hozni FX, de most nem jött neki össze. Néhány apróságon múlt a dolog. De most elég hosszan a menüben vagyunk. Talán karaktert vált. Nekem lefagyott. FX-nek lefagyott a játék. Oké. Hát akkor... Várunk egy kicsit. 8-2-nél. Foglaljuk össze, mit is láttunk ideig. Azt mondod, hogy FX-nek nehezére esik a dash-eket lekezelni? Mefi talán ezzel viszi el a meccset. Tulajdonképpen emiatt, illetve egy másik dolog miatt áll nyerésre Mefi teljes mértékben. Ugyan természetesen ő se játszik rosszul, jó conversion-eket láthatunk tőle, illetve az offense is erős. De akkor talán is sokkal kiegyenlítettebb és érdekesebb érkezés lenne, hogyha nem arról lenne szó, hogy a FX nem tudja az egyik test sem megállítani, szinte. Talán egy-két kivétellel ugye éppen a pont az előző meccsben, amit még nyeretett volna. Nem. A pontállás nem teljesen a meccs képét mutatja, mert szerintem egy-egy erős Mefi roundon kívül azért szorosak a meccsek. Egyszer-kétszer Mefi elkapja, és mint ahogy szokás mondani, Bison átmegy rajta, mint a vonat, de egyébként szorosak a meccsek. Hát pedig Mefi kontrollálja az összes meccsnek tulajdonképpen a menetét. Egy-egyet kivéve, amiket Mefix meg is szokott nyerni, hogyha Mefi bekerül túl korán a sorokba és nem tud kitörni onnan. Ezen kívül minden meccsnek az egy egyértelműen az egész tempóját, ahogy zajlik, Mefi kontrollálja a Bisonnal. Közben visszajött Fixel Opiba, úgyhogy doboz, kérlek. A doboz lelép a lobby aljára. Utána jön Bajosz is. Szerencsére maradnak úgy a srácok, ahogy voltak. Kell átírni a neveket. Valóban. Tehát igen, tulajdonképpen ezek a dash-ek, amik rengeteg előnyt szerez magának Mefi azzal, hogy bedessel light punch, bedessel heavy kick. Tulajdonképpen az offenzívájának egy nagy részét képezi ez jelenleg, és hogyha ezt FX ki tudná oktatni, vagy iktatni, pontosabban nem oktatni, akkor sokkal inkább láthatnánk, hogy milyen lennének a mérkőzések, amikor Fi nem tudja
teljes egészében diktálni az összes helyzetet, és hogy mikor kerül sor az interakciókra. A másik nehézség ugye az a Headstorm Tevőzőverse történet, az anti-erekkel, de ez talán minden karakternek nehéz Bison ellen, úgyhogy az, hogy ez hirtelen itt most nem is tökéletes megoldás, hogy vannak az a fixikára, az talán nem is olyan hatalmas probléma, mint az, hogy tényleg ennyi dash, és például egy ilyen elvi felcés, aki kellene voltan is, hogy a minusz 4-en ott közel látod, megint a dash folytatja az offenzívet, és már is tolta a sarokba, talán annak az egy dashnek köszönhetően. Szerintem ez részben azért is van, mert tudjuk, hogy nem ez a main játék Felfixnek. Valószínűleg. Nyilvánvalóan. Illetve azt is tudjuk, hogy nem egy kedvelt csak a részéről. Az nem a másik. Kukas counter. Hát ez egy nehéz kör lesz. Ó, de talán ezután. A throw után. És a crush counter, de megtessen inkább. Viszontól slide activate, igen. Delphi-ből jöttem, bocsánat. Ez minusz volt. És a CA! Mekkora read! Elkapta a Scissor Kickben, és ezen meg is nyeri a kört, ami talán lehetetlennek tűnt. Hát ez a nyugalom, komolyan mondom. Leszarok ezen a csávon sokszor. Ott ült, és kiválta a CA. Hát ilyet. Nem is reagált a Scissor Kickre, mondjuk. Csak oda tette a CA-t, úgy érezte, hogy működni fog, és működött is. Jaj, ilyen headstomp betalál. Annak az ilyenek köszönhetően meg viszont most előnybe van, és használja is, és hogy folytassa. De, counter hit meg lesz, plusz. Szép. Abban a kombóból még stun is lehetett volna, de FX nem azt a rúgatot választotta. És nem az overhead most betalál, még van. Alatta, Vétigerből, ott is van. De crash counter volt, hogy nem tal damage-et, illetve a plusz rendből kihasználni. Tehát nem is gond. Most bent van a sarokban, reakcióból ilyen lépés, betrótól meg lesz neki a game! Na! 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 Ezt várjuk tőled! Hajrá, FX! Nem vagyunk részrehajlóak, csak legyen szoros a játék! De látod, ebben a mérkőzésben Mefi nem deselt annyit, és így már sokkal kiegyenlítettebb. Ha arra kényszerítené a Mefit, hogy ne tudjon deselni, akkor minden kör ilyen lenne. Egy minden meccs fontosabb. Nem is feltétlenül ugyanezzel a végeredménnyel, de sokkal közelebb ehhez. De most ismét a sarokban. Is. És most a jumpinek kell ebben a körben, ez már talán a negyedik. Egy diktisel lett anti-erelve. Betolta ezt a sarokba. De, mint az előbb, sosem nincs vége. Vagy hát pontosabban nincs vége, ameddig nincs vége, és már a Vétiger aktív is, plusz... Az overhead, nem találja el a backjumpuló Mefit, plusz 3 ezúttal, és itt áll onnan. Elkapja az EX, Psycho X. Ó, Mefi elrontotta a Vinti Psycho X-et, az a backdash-et az nem jó, de eltalál első frame-en egyébként a Psycho X, és a dash megint. De még van lehetőség FX-nek, ott a detonáció. A dash check, de elrontotta a cancelt. Mefi nem punisolta, és a headstop meg lesz. Ez egy nehéz helyzet azzal a EX Psycho Blast-tal. Az egyik legjobb Fireball játékban, bazigassuk. És két másik projekt el kell ahhoz, hogy kiiktassuk. Szép a Jean-Pierre. Áááááá! Készült is Life-figyettel, aki történik a Ralph-on. De ott az EX is, és megint nem használja ki a plusz 3-at, ami elérhető utána neki. Counter hit. Détrigger aktív. Ez most nagyon jól lesz. Ez jó, és meg is van a két rovas sarokban. Final round. Fight. Ripkárd, ahogy landolt, FX az ugrásból. Elkaptam. Az EX-t szépen talál. De a wake-up, tépan is. Szép, ez FX-nek kedvezett. Szép crush counter. Ebből stun is lesz a V-triggerrel. Ó, ez most nagyon big damage. Nézd,
Nem, igazán Crash Counter volt, és bazin, hogy a scaling a VTGR miatt, én nem is költöttem volna el azt az EX-et ott. Mefi. Most jön, ő is mindjárt bekapcsolja a VTGR-t, úgy érzem. Slide hamarosan, mínusz 3 ott, az nem volt más a bot, de cancelt a VTGR-be. Szép érdekezés Mefi részétől, nem próbáltam meg punisholni. Trade. Nagyon kiegyenlített. Jó volt az anti-air ezúttal. Throw. Pont nem elég, de low shot. És ezzel még egy game-et behúz magának. 8-4. Amikor az anti-airek és a death check-ek összejönnek, akkor... szép mérkőzéseket láthatunk. Round 1. Ez is izgalmas volt, és közel volt. Jó ötlet volt a backjump. De nem egészen sikerült valami is olyan Runstar 12-t. Szép eltörlően megfittel ezt. Már párszor megfettük. Igazán. Na, jó helyen backdashelt az úttal FX. Ott a Psycho-X után, a backdoor-t követően. Ki lehet tesselni a bármilyen follow-upjából a Bisonnak. Úgy érzem, talán amit sikerült most már egy kicsit visszalassítani a FX-nek Mefi. Igen, bár ebben a körben egészen sok élethátrányban van, de mint láthattuk korábban, ez nem feltétlenül mérvadó. Átgoogol a visszadobott projektet, felvallalt szép. Plusz. És ott a reversal EX scissors, crash counter, ebben nagy damage lesz, igen, el is költi az EX-et, két kerbe kap. Ó. Red stomp, de csak back tud csinálni, ezért nem jön belőle semmi, viszont ezt azért ki kell fogja hozni ezt a kört. Ó, nagyon jó jump lett volna, de nem volt elég közel. Fájkod egy kicsit túlságosan bemozdított a Bison. Inkább egy helyben szokás ugrani Bison ellen. Szépen átment a túloldalra, de nem volt kombó. Egyiket nyom a kancsfejet. Ez a trade, ez nagyon jó. EX-et. EX TP ezúttal. Jön a VTGR Bisontól, ott a dash-up megint. Az a dash-up is fake volt, jön a command grab. Megszabadult a bombától. Ó, le volt van is! Sem VTGR aktiváció, de megint egy dash-up bejutott Mefi. Levegőben el is kapta. Milyen ötlet! A bombarobbantást! Elkerülte az... Az a VTGR az nem volt viszont jó. És a... Headstomp! A Headstomp! Elhozza a gémet. 9-4. Matchpont Mefi számára a következő játék. Micsoda megoldások voltak ebben az utolsó gémben. A bomba elleni EXDP az kifejezetten tetszett. Round 1. Fight. Ez a counter. Au, au, au. Itt van version Mefitől. Talán azt mondta magának, hogy én most ezt lezárom. Nagyon úgy tűnik. Azért ne fogsz ezt nem. És úgy látom, jön a plusz. Ó, oh, Shani selibázva a throw-t, és Bisonnak a nagyobb throw range-t megfogja, de visszadobja a sarokba a Mefit. Counter hit a medium kick-kel, nem lett belőle semmi. Próbált egy air throw-t, viszont Mefi kibekkelt a helyzetből, és utána megint nem volt csak kell a dash-t. Csak édes! Hatalmas lead-et próbált meg Mefi a vész. A vészkill parry-vel. Ó, oh, az nagyon punishable, minusz 10. De nem jött össze Mefinek, és ez egy bezúta. Mefi! Mi volt ez? Megpróbált Death Shuffle-t punisholni, de sajnos nem jön úgy össze. Minusz 25 az a DP, azt hiszem, on block. Tehát Bison csak Death Shuffle Light Kick-el tudta volna ott punisholni. Let's go, fix fight for your life. Ez most match point. Bizony, és sajnos egyelőre nem áll jól, főleg így az EX Scissor után, mert még mindig nem Death Shuffle. Utána valamiért náfogva. Talán nem szeretnél nem csimizni a bajt, de ez még Future Jump.
vissza a sarokba. Ezeket a köröket általában meg szokta nyerni. FX headstomp kiad, és éppen... Nem volt fel is az EX-en se. Ott volt az Enfro. Ah, sajnos elhibázta eddig az összes lehetőségét arra az overhead prefixt. És a slide activate után... Áóó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 ó
Crusher. Zlingo Crusher! És ez... Mefi. Lezárta mára ezt a... tízes szériát. Sajnos úgy látszott, hogy nem volt annyira gyakorlat, de viszont láthattuk benne a lehetőséget abszolút, meg a tehetséget. Azért nem lett teljesen elkalapálva, viszont ezek a dash-ek nagyon működtek Mefinek, és sajnos annyira pont hátrányba került, mire kitalálta, hogy hogy kezelje, hogy nem tudta visszahozni a mérkőzést. Igazából... Én azt remélem, hogy ez most nem elvenni fogja a kedvét a Street Fighter-től, hanem mivel tud róla, hogy lesznek ilyen meccsek a jövőben, hanem egy kicsit talán ráedsz, mert én egyébként nagyon-nagyon szeretem FX-nek a játékát, és eleve Falkot is nagyon szeretem nézni, egy szimpatikus karakter nekem. Valóban, egy jó karakter választott magának, én is szeretem nézni a meccset. Ugye például ez, Angliában Forfields be is jutott a CPT-be, Falka, tehát abszolút nem is potenciál nélküli karakter. Igen, neki is nagyon szorítottunk, Forfields is egy nagy közönség kedvenc. Természetesen Bison oldalon pedig Problem X van jelen, ha esetleg a kedves nézőket érdekli. Érdekli külföldi karakterek. Külföldi community. Jobban. Hát... Úgyhogy köszönjük! Köszönjük a figyelmet, köszönjük a játékosoknak, és várunk titeket legközelebb. Sziasztok!